Szeretettel üdvözlök mindenkit. Vannak ismerős arcok, már találkoztunk múlt alkalommal is. Egy kicsit ez olyan furcsának tűnik ez a cím, hogy együttműködési stratégiák, de majd meg fogják látni, hogy mennyire érintik ezek a mindennapokat. Szeretnék először egy mesével kezdeni. Ajánlom ezt a könyvet, Életmesék az a címe. Volt egyszer egy ember, aki sokat utazott. Élete során több száz igazi és képzeletbeli országba ellátogatott. Egyik legemlékezetesebb élményét a hosszú kanalak országában tett látogatáshoz fűződött. Véletlenül vetődött el erre a határ, az erre vezető úton volt egy kis letérő az említett ország irányába. Minthogy szeretett volna felderíteni tájakat, elindult ezen az úton. A gírbe-görbe országút egy hatalmas, magányosan álló háznál ért véget. Ahogy közelebb ért, észrevette, hogy két szárnyból áll az épület, nyugatiból és a keletiből. Leparkolt az autójával, és közelebb ment a házhoz. Az ajtóra helyezett táblán az alábbi feliratot olvasta. Hosszú kanalak országa. Egy kis ország mindössze két szobából áll, a nevük fekete és fehér. Ha be akarja járni, addig menjen a folyosón, amíg ketté ágazik, forduljon jobbra, ahol a fekete szobát akarja meglátogatni, hogyha a fehéret, akkor meg balra. A férfi elindult a folyosón, és véletlen úgy hozta, hogy először a jobbra fordult. Az 50 méternyi hosszú újabb folyosó egy hatalmas ajtóhoz vezetett. Alig tett néhány lépést, már hallotta a fekete szobából kiszűrődő jajveszékelést, panaszos siránkozást. A fájdalom és szenvedés hangja hallatán egy pillanatra elbizonytalanodott, mégis úgy döntött, hogy tovább megy. Odaért az ajtóhoz, kinyitotta, belépett. Egy hatalmas asztal körül százával ültek az emberek. Az asztal közepén a legízletesebb ételek sorakoztak, amit csak el lehet képzelni, és bár mindenkinek volt kanala, amellyel elérhetett a középen álló tányérig, már majdnem éhen haltak. Ennek pedig az volt az oka, hogy a kanál kétszer hosszabb volt a karjuknál, és oda volt kötözve a kezükhöz. Így aztán mindenki tudott szedni magának, de senki nem tudta a szájához emelni az ételt. Olyan elkeserítő volt a helyzet, olyan szívszaggatóan szólt a kiáltozás, hogy emberük sarkon fordult, és futva menekült a szobából. Visszament a központi terembe, elindult a fehér szobába vezető baloldali folyosón. Az pontosan ugyanígy nézett ki, mint az előbbi, és a hasonló ajtó előtt ért véget. Az egyetlen különbség az volt, hogy útközben nem hallott jajveszékelést vagy panaszos siránkozást. Itt is vagy száz ember ült az asztal körül, mely ugyanolyan volt, mint a fekete szobában. Középen itt is ízletes ételek sorakoztak, mindenkinek volt hozzá volt kötve a kanál a kezéhez. Ám de itt mindenki nem panaszkodott, itt senki nem panaszkodott, vagy jajveszékelt. Senki nem fenyegetett az éhhalál, mert itt megtanultak az emberek egymást etetni. Jó, na, tehát levezhetjük ezt az emberek közötti kapcsolatot, az együttműködési stratégiátról szóló tudományt, vagy állásfoglalásokat társas intelligenciának is. És a pszichológusok úgy találták, hogy az emberi kapcsolatok annyira fontosak, hogy sokszor ez az emberi kapcsolatok tudománya, vagy emberi kapcsolatok viszonyai, a szociabilitás megelőzi még azt az ösztönt is, hogy a létfenntartás ösztönét, mint ahogy egy kicsit ebbe a mesébe is le van írva, hogy annyira fontos túlélési stratégia ez, hogy szinte a létfenntartás ösztönénél is fontosabb. Sokféle vizsgálat született erről. Megfigyelték ugye azt is, és hogyha jól belegondolunk, akkor ez elég egyértelmű dolog, hogy a magába fordult ember, aki nem törődik másokkal, nem empátiás, nem törődik a környezetével, ő hajlamosabb egy kicsit a depresszióra. Saját problémái felnagyítódnak, nem lát kiutat a dolgokból, nem lát kiutat a problémáiból. Míg az empátiás, együttérző ember, aki mások felé fordul,
és más emberekkel is törődik. Annak a szemében egy kicsit kitágul a világ, problémáira talán választ tud kapni más emberektől, segítséget tud kérni, segítséget tud adni másoknak, talán meg is találja a megoldásokat, és tanul mások tapasztalataiból. Ez a szó, hogy altruizmus, ez azt jelenti, hogy másokon segítünk önzetlenül, és biztos, hogy már mindnyájan megtapasztalták, hogy ez a másokon való segítség, ez nagyon sokszor örömforrást is jelent. Ez nagyon fontos az ember életébe, hogy örömet is tud szerezni, és sokszor az élet értelmével is egy kicsit összefüggésbe áll. Igen, kérném szépen. Mit jelent ez a szó, hogy empátia? Az empátia ...nak három szintje van, amit én találtam ugye a pszichológiai könyvekbe. Az első szint, hogy mások érzéseit megismerjük. A második szint az az, hogy ezt át is tudjuk élni, és a harmadik szint pedig az, hogy amikor megismertük, átéltük a másik érzéseit, akkor részvételien tudunk reagálni az ő érzéseikre, kapcsolatot tudunk velük teremteni. Szeretnék egy kis biológiáról is beszélni. Ez az elmúlt évtizedeknek a felfedezése, az agykutatás felfedezése, a tükörneuronok kérdése. Ezt egy kicsit ilyen magyarázó módon úgy is lehet nevezni, hogy tedd az, amit ő sejt, ő tesz sejt. Itt erről egy olyan kísérlet szólt, hogy majmokon végezték ezeket a kísérleteket. Megfigyelték, hogy azt vizsgálták, hogy a majmoknak bizonyos cselekvésekhez milyen idegsejtnek a kisülése szükséges, ugye. Adtak nekik ugye, mit tudom én, valami finom ennivalót, és akkor azt figyelték, hogy az agyuknak melyik része, melyik részében sülnek ki, aktiválódnak ezek az idegsejtek ahhoz, hogy ezt a cselekvést létre tudják hozni. Egyszer véletlenül az történt, hogy a majmok nem jutottak hozzá az ennivalóhoz, viszont azt látták, hogy az egyik társuk hozzájut. És mit gondolnak, mi történt? Az történt, hogy azoknak a majmoknak az agyába, akik csak nézték ezt a cselekvést, azoknak az agyába is kisült ez a bizonyos idegsejt csoport. Tehát amikor nézték a társukat, egy kicsit átélték ezt a cselekvést, átélték ezeket az érzéseket, hogy mit okoz ez a cselekvés, akkor ugyanazok a sejtek aktiválódtak. Ezeket nevezték el tükörneuronoknak. Ezeknek a tükörneuronoknak nagyon fontos szerepük van az empátiában, az együttérzésben. Ezek a tükörneuronok tehát arra szolgálnak, hogy megérezzük a másik ember érzéseit. Ezek az érzések tulajdonképpen tükörként bennünk is lejátszódnak. És miben van ezeknek jelentősége? Az a jelentősége, hogy így tanulunk az utánzásos tanulásba, fontos az együttérzésbe, fontos abba, hogy biztos, hogy egy ilyen jelenetet, ha el tudnak képzelni, hogy amikor az anyuka eteti a kisbabáját, és akkor szinte az anyuka is nyitja a száját, ugye, hogy a kisbaba is bekapja azt a kanalat, bekapja az ennivalót. Tehát ez tulajdonképpen ilyen ösztönösen működik, ösztönösen az anyuka szája is kinyílik ilyenkor. Következőt kérném. Na, akkor a társas intelligenciáról mondanék egy nagyon-nagyon rövid történetet, nem fogok már többet olvasni, csak ezt az egyet, hogy... 3 tizenéves fiú igyekszik a focipálya felé, ahol tornaóra lesz. A két atléta termetű fiú és a kövérkés harmadik osztálytárs, mögött ballag, és kúnyos megjegyzéseket tesz. Szóval te is próbálkozol a focival, mondja az egyik epésem. Hangszíne csöpög a megvetéstől. Ez az a pillanat, amely az ilyenkorú gyerekek viselkedési normáit ismerve könnyen verekedésbe fajulhat. A pufi gyerek egy másodpercre behunja a szemét, vesz egy mély lélegzetet, mintegy felkészítve magát arra, ami ezután következik. Akkor odafordul a másik kettőhöz, és higgadt, tényszerű hangon szólal meg. Hát igen, próbálkozom, de nem vagyok valami jó. Egy kis szünet után még hozzáteszi. Viszont jó vagyok rajzba. Bökjetek rá akármire, rögtön készítek róla egy jó vázlatot.
Aztán még odaszól annak, aki élcelődött vele. Te tényleg nagyon tudsz focizni, baromi jól. Szeretnék egyszer én is ilyen jó lenni, de hát nem vagyok. De hát még fejlődhetek, ha nagyon igyekszem. Ekkor az első fiú, akinek a megvetését sikerült leszerelni, barátságosabb hangra vált. Hát azért annyira nem is vagy rossz. Mutathatok neked néhány cselt. Következőt kérném szépen. Hogy mit nevezünk társas tudatosságnak? Társas tudatosságnak többféle összetevője van. Az elemi empátia az első. Az elemi empátiával tulajdonképpen szinte mindenki rendelkezik. Amikor például észleljük, hogy észreveszünk a másik arcán, hogy feszült, észreveszünk, hogy ideges, észreveszünk, hogy mosolyog. Ugye észleltük azt, hogy amikor utazunk a buszon és oda mosolygunk valakire, akkor ő visszamosolyog. Azokban az emberekben, akikben nincs meg ez az elemi empátia, őket úgy hívjuk, hogy autisták. Őnekük nincsen ez meg, ez az érzésük. A társas tudatosságnak a második összetevője, ez a ráhangolódás a másik emberre, a teljes figyelem. Az azt jelenti, hogy tényleg odafordulva figyelünk a másik emberre, közben nem foglalkozunk mással, hanem tényleg minden erővel oda koncentrálunk, hogy részt tudjunk venni az ő belső világába. Az empátiás tudatosság a harmadik szint. Amikor egy kicsit tudatosabban megfigyeljük mások gondolat, vagy megpróbáljuk a mások gondolatait megérteni, megfigyelni, az érzéseit, a szándékait. És a következő szint a szociális ismeret, amit ugye az élet során tapasztalatokból sajátítunk el, a társas élet működését ismerjük meg az élet során, hogy hogyan is működnek ezek, vajon hogyan vannak ezek a viszonyok egymással az emberekkel, mikor érdemes rámosolyogni az emberre, mikor kell komolyan venni. Ezeket az élet folyamán, a nevelés folyamán tanuljuk meg. Társas készség a következő fogalom, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy ez az azonos hullámhoz vagy összhang, ami hát két ember között vagy összejön, vagy nem. Ugye vannak olyan esetek, amikor ez ugye sehogy se történik meg, biztos, hogy önök is találkoztak már olyannal, például lehet egy olyan orvos is, aki ugyan megvizsgálja a beteget, de látszik rajta, hogy esetleg tárgyként kezeli, nem annyira figyel rá, nem is nagyon fog működni talán ez a kapcsolat. Hogy önmagunkat prezentáljuk, nem azt jelenti, hogy itt most fényezni kell magunkat, vagy jó benyomást kell tenni, de mégis azért, hogy egy kis igyekezetünk legyen, hogy bemutassuk magunkat, bemutassuk a másik embernek azt, hogy ott vagyunk vele, hogy figyelünk rá, egy kicsit képesek vagyunk arra, hogy részt vegyünk egy jó ízű társalgásba. A befolyás, hogy az interakciókat, a beszélgetéseket, beszélgetések kimenetelét egy kicsit alakítani tudjuk, ez is nagyon fontos, mert hogyha például van egy rossz kedvű ember, és egy kicsit elhatározzuk, hogy megpróbálunk őt egy kicsit jobb kedvre deríteni, tehát hogy ezt tudatosan a mondatainkkal egy bizonyos cél felé tudjunk haladni. És hát ez a törődés, ami azért azt hiszem, hogy sok embernek érdemes tanulni egy kicsit ezt, hogy a másik emberre, a mások igényeire is oda tudjon figyelni, és megfelelő cselekvéseket tudjon irányába tenni. Jó, a következőt kérném. A biztonságos talaj. Azért fontos, mert mindenfajta emberi kapcsolatban, gondolok itt például a szülő-gyerek kapcsolatra, hogy az a gyerek el tudjon indulni az életbe, ahhoz kell egy ilyen biztonságos talaj, amit a szülőktől kap, és
akkor lesz a gyereknek egy jó, biztonságos talaja az elinduláshoz, hogyha például a szülők őt teljesen emberszámba veszik. Ugye ez az én az és én te kapcsolat valahogy azt jelenti, hogy az mit jelent? Az egy ilyen személytelen dolog, ugye? Tehát, hogy vannak olyan emberi kapcsolatok, ahol a másikat személytelennek nem odafigyelve kezeljük, és az én-te kapcsolat, ami egy egyenrangúságot jelent egy kicsit, hogy emberszámba vesszük a másikat. Ez nagyon fontos például például egy pszichoterápiás helyzetben, nagyon-nagyon egy pszichológus és egy páciens között, ez borzasztó fontos, hogyha nem jön létre az, hogy az ő világuk összekapcsolódik, és együtt tudjanak dolgozni a páciens problémáin, akkor ez nem is működik, ez a kapcsolat. Igen. Na most a konfliktus kezelés az egyik sarokpontja, ugye az együttműködésnek. Konfliktusok mindig vannak, és akkor engedjék meg, hogy most a kedvenc konfliktus kezelési módszeremet elmondjam, hogy hogy működik. Ez egy Thomas Gordon nevű pszichoterapeuta, vagy pszichológus találta, illetve tulajdonképpen nem ő találta fel, csak ő írta le ezeket az elveket, ami nagyon is érthető, és számomra nagyon, nagyon szimpatikus, mert olyan világosan fogalmazza meg ezeket az elveket. A Gordon azt mondja, hogy a két ember kapcsolatában, ha konfliktus van, akkor az vagy versengés lesz belőle, mondjuk az egyik támad, a másik visszatámad, vagy az egyik támad, a másik védekezik, vagy pedig együttműködnek. Hát tulajdonképpen a versengést kéne valahogy elkerülni, ugye? Tehát és egy együttműködés felé irányítani a konfliktus kezelésnek az irányát. Hát hogyan lehet hatékonyan együttműködni? Ő úgy gondolta, hogy két oldala van ennek. Először is egy érthető üzenetet kell küldeni az egyik embertől a másikig, meg vissza is, és utána ezt a másik embernek az üzenetét egy tiszta, mindenféle ítélettől mentesen, értően megfigyelni és venni az adást. Az én üzenetek az azért nagyon fontos, mert hogyha én szeretnék valamit, és valószínűleg a másik emberrel kapcsolatban ezt a problémámat, vagy ezt a kívánságomat meg szeretném védeni, akkor nagyon fontos, hogy ezt én üzenetek formájában juttassam a tudomására. Az én üzenetek abban különböznek a nem én üzenetektől, vagy a te üzenetektől, hogy például nem azt mondom, hogy mondjuk a gyerek lever egy vázát, mondjuk, és akkor nem azt mondom, hogy mert te milyen ügyetlen vagy, és akkor milyen nagy problémát okozol, hanem mondjuk azt mondja az anyuka, hogy szomorú vagyok, mert leverted azt a vázát. Tehát a saját érzéseiről beszél, a saját gondolataimat mondom el, ami bizonyos formában, ami tulajdonképpen nem készteti arra a másik embert, hogy ő védekezzen, vagy visszatámadjon, vagy esetleg agresszív legyen velem szembe. Az én üzeneteknek ezeket a formáit írta le ez a kedves Gordon. Az első az az elismerő én üzenet, ez ugye nagyon egyszerűnek tűnik, hogy hát nagyon jól esett, hogy eljöttél és meglátogattál. A probléma megelőző én üzenet az az, hogy tisztán, világosan próbáljam kifejezni azt, hogy mit szeretnék, és mi az én igényem, ami lehet, hogy ellenkezik a másik ember akaratával vagy kérésével, de mégiscsak valami tisztán, világosan nekem, hogy én 8-kor el szeretnék indulni, azért, mert én szeretek pontosan odaérni, és nekem ez nagyon fontos. Tehát, hogyha ezt így mondom, akkor ez egy tisztán, világosan megfogalmazott üzenet, nincs benne semmi bántó. Sokszor szükség van önfeltáró én üzenetre is. Az azt jelenti, hogy halálosan fáradt vagyok, a másik ember szeretne velem beszélgetni, akkor megerőszakolhatom magam, és megpróbálok odafigyelni, de az a másik ember úgyis azt fogja észrevenni, hogy nem nagyon tudok odafigyelni. Ezért ezt el lehet néha mondani ilyen esetben, hogy nem tudok most, vagy nincs kedvem beszélgetni, mert annyira fáradt vagyok, hogy most nem érek rá, halasszuk el máskorra. Tehát hozzá lehet tenni egy ilyen.
Sokszor elutasításra is szükség van, ugye, mert a konfliktusokban azért ez is előfordul, konfliktusos helyzetekben, hogy teljesen ellentétesek a nézetek. Hogy azt mondja az egyik kollega a másiknak, hogy én most nem akarok veled ügyeletet cserélni, mert más munkám van, és nem tudom ezt megtenni. Ilyenkor tisztán, világosan, ítélettől mentesen, mártírságtól mentesen el kell mondani, hogy ez a helyzet, ez van. A konfrontáló én üzenet az a legnehezebb talán, erről lesz egy külön ábra, vagy külön dia. Na most a konfrontáló én üzenet az egy kicsit keményebb dió, és sokszor azért egy kicsit próbára is teszi az embert, hogy meg tudja őrizni a hidegvérét, és jól sikerüljön ez a konfliktus kezelés. Ugye, hogyha egy adott ember viselkedésével van bajom, akkor ezt konfrontálásnak hívják, tehát, hogy szembe megyek ugye a másik emberrel. A lényeg az, hogy ez a konfrontáció, ez ne hibáztató módon tűnjön. Tehát, hogy ne általánosítsak, ne mondjak olyat, hogy a másiknak rögtön felmegy a pumpa, és már oda se tud figyelni arra, hogy én mit szeretnék. Juttassam kifejezésre azt, hogy milyen következményei vannak rám nézve az ő döntésének, vagy ennek a konfliktusnak, és hogy milyen, amit az én üzenetekben is mondtam, hogy milyen érzéseket kelt bennem ez a viselkedés, ugye? Tehát, hogy én rosszul érzem magam attól, hogy te így viselkedsz, ezt el lehet mondani. Igen? És ezeknek az én üzeneteknek, ugye, hogyha ezt így meg tudom csinálni, akkor mik az előnyei? Azok az előnyei, hogy ezek maga, a saját érzése belülről fakadnak, magamról szólnak, és ezért egy kicsit én tudatosan tudok a másik emberrel beszélgetni, tudatosan tudok viselkedni, egy kicsit magabiztosabb leszek, mert fokozódik az önértékelésem, kevesebbet fogok bosszankodni, mert hát ugye én azért világosan ki tudtam fejezni, hogy mik az én igényeim. Tulajdonképpen a kapcsolat is javul, mert nincs meg az a leértékelés, ami a sokszor azért kicsúszik a szánkon, valljuk be őszintén, hogy egy kicsit a másikat leértékeljük, hogy például a gyerek nem rakja rendbe a szobáját, és akkor egy ilyen támadás, egy ilyen kis pici, bújtatott támadás azért csak, mert hogy te mindig sose rakod rendbe a szobádat. És akkor a gyerek, de igen, a múltkor is kész. És egy ilyen vége érhetetlen szócsata lesz az egészből. Na nézzük akkor a másik komponensét, ugye a konfliktus kezelésnek az én üzenetek után, ugye az adásnak a vevéséről van szó, tehát hogyan vesszük az adást, az értő figyelem. Ugye oda kell figyelni a másikra, visszajelzem, hogy megérzem azt a problémát, amit mondott, és erre például egy ilyen párbeszéd, hogy az egyik azt mondja, hogy semmire se jutottunk ezen a megbeszélésen délelőtt, jaj, már elegem van. És akkor a másik erre csak annyit mond, nem erősíti, nem rátromfol, hanem azt, hát látom, elégedetlen vagy a reggel miatt. És akkor ilyenkor az történik, hogy a másik ember, tehát az az ember, aki panaszkodik, annak talán csökken ez az érzelmi felhangoltsága, mert látja, hogy a másik ember megérti, van ebbe partner, ő, tehát egy ilyen szimpátiát, megértést tapasztal, és ezzel megvan az esély annak, hogy közelebb jut ez az ember a megoldáshoz, vagy akár közösen közelebb jutnak a megoldáshoz. Hát, hogy mit ne mondjunk ilyenkor, hogy mi az, ami a másiknak kedvét szegi, ezt egy kicsit úgy is nevezi ez a Gordon nevű kedvencem, hogy ezek ilyen kommunikáció megállító vagy blokkoló dolgok. Hát ilyet tudunk csinálni sokat, azt hiszem. Ne legyen utasírgatás, ne legyen parancs. Ugye erre nagyon-nagyon sok példát tudnék mondani, de szerintem nem kell, mert értjük, hogy miről van szó. Ne fenyegessük, ne prédikáljunk, mert ugye, főleg a gyerekek, de a másik ember, senki, a felnőttek se szeretik ezt. Ne osztogassunk tanácsot akkor, hogyha ő nem kéri. Hogyha kér, persze, akkor adjunk. Akkor ne legyen ilyen száraz, logikai érvelés ez az értő figyelem. Mert lehet, hogy a másiknak pont nem arra van szüksége, hogy én most kioktassam, hogy én most itt szárazan elmondjam, hogy mi az, ami,
ami fontos. Ne legyen ilyen túlzott dicséret se, jaj, hogy te milyen, te egy kicsit ez olyan mézes-mázosnak tűnik. Ez sem sokszor célra vezető. Ne legyen megszégyenítő, ne legyen ez az értelmezés, ez a logikai érvelés, amit talán ez a ötös ponttal hasonlóan lehet megfogalmazni. Ne legyen nyugtatgatás sem, mert az sem biztos, hogy a másik ember úgy gondolja, akkor talán nem veszi komolyan az ő problémáját, arra gondol. Ne legyen faggatózás, majd a másik ember elmondja, amit szeretne. Ne legyen elterelés, ne legyen humorizálás olyan esetben, amikor a másiknak éppen nem humorizálni van kedve. Szóval nem olyan könnyű ez, de hogyha megpróbáljuk ezeket a dolgokat betartani, hogy egyrészt én üzeneteket küldünk, másrészt a másik embert értően megfigyeljük, akkor valószínűleg, hogy ez a kommunikáció és a konfliktuskezelés jobban fog működni. Na, a konfliktus kezelésbe ugye a személyiség típusoknak ez a háromféle módját írták le a pszichológusok. Van az az ember, az az alávető, aki egy konfliktusban mindig behódol, mindig a másiknak ad igazat, félelmei vannak, de lehet, hogy a konfliktus után ízik benne a düh, elfojtott problémái lesznek, na hát ez aztán mindenféle bajokat, betegségeket tud okozni. Ugye van az agresszív ember. Az agresszív ember az a másikat letarolja. Ez egy, hát lehet egy gátlástalan ember, még a másikat lehet esetleg manipulálni is, tapintatlan tud lenni. Szóval ebből se jól jön ki a konfliktus után senki sem. A harmadik megoldás az asszertivitás. Az asszertivitás azt jelenti, hogy jól tudja mindenki érvényesíteni a saját igényeit, akaratát, mégpedig úgy, hogy magabiztos, kompetensnek érzi magát, és megoldásra kész, kompromisszum kész, de annak ellenére ő ezt az asszertivitást, tehát hogy a saját érdekeit igenis jól tudja képviselni, és megfelelően tudja az akaratát érvényesíteni, ezt meg tudja tenni. Hát azt hiszem, nem kell mondanom, hogy melyik a jó embertípus ebbe, vagy a jó konfliktus kezelő ember, az, aki kellően asszertív tud lenni. A konfliktusban két eset van. Vagy az egyik győz, vagy a másik, vagy ez a második eset pedig az, hogy mindkét fél győztes. Hogyan lehet ezt elérni, mit gondolnak? Hát talán kompromisszum, ugye? Tehát, hogy mind a kettő egy kicsit jól jár, nem teljesen az egyiknek van igaza. Tehát, hogy hogyan lehet ezt elérni? Nézzük. Na, a Gordon, még mindig Gordonnál tartunk, a győztes-győztes megoldást próbálja ezzel a hatlépéses stratégiával leírni. Tehát tulajdonképpen, hogy mind a két ember egy konfliktusban viszonylag jól járjon. Lehet, hogy az egyik kicsit jobban, a másik jobb, sokkal jobban, de erre hogyan lehet törekedni? Hát először is, tehát az első lépés az, hogy fogalmazzuk meg a problémát. Persze együtt, ugye? Itt megint bejön ez az én üzenetek, tehát, hogy mind a két ember elmondja a véleményét, elmondja azt a saját érzéseit, a saját gondolatait erről. A második szakasz lehet az ötletgyűjtés. Hogyan lehetne ezt a problémát megoldani? Van-e valami, az egyik ember is elmondja, a másik ember is elmondja, és végül is ezeket az ötleteket felsorakoztatják egymás mellé. Akkor harmadik lépésben a javaslatokat kiértékelik, és elmondják, hogy hát ez nem jó, ez az egyik nem egyezik bele teljesen, mert ez annyira rossz. Tehát, hogy megpróbálják a javaslatok közül kiszűrni azt, amelyik abszolút nem működik. Ez azért nagyon sokszor, nagyon sok konfliktusban azért időt kell adni. Lehet, hogy aludni kell rá egyet. Akkor ki kell utána a negyedik lépésben a mindkét fél számára elfogadható megoldást, javaslatot kiválasztani. És
tehát a megoldást tevőlegesen kiválasztani, ki mit vállal ebből, ezt tényszerűen is megbeszélni, és nagyon fontos, hogy a megoldást utána értékeljük, mert ez nagyon sokszor célra vezető, és utána a következő alkalommal már lehet, hogy jobban is fog működni a dolog. És én ennyit szerettem volna mondani. Nem tudom, van-e valakinek valami kérdése? Akár ezzel, vagy akár másfajta témával, a múltkora, kicsit a relaxációról is beszéltünk, ugye? Amit, hogy esetleg, ha valakinek van valami kérdése, ha nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm.